onnan szoktak bejönni, hogy 80-nal, nagy lendülettel. Ott meg már lent, már úgyis megfogja őket a forgalom. A Fehérvári út sebességkorlátozásáról, trafikbox kihelyezéséről, a Széchenyi tér forgalmának szabályozásáról is szó esett csütörtökön kora este. Az utcafórumra Szabó Péter polgármester és Molnár János, a hármas számú választókerület képviselőjelöltje várta az érdeklődőket május 16-án a PSE parkolójában. A Fehérvári út forgalma megkívánná azt, hogy egyéb beszélyre figyelmeztető táblákat, ami lehetővé tenni azt, hogy biztonságosan áthaladjanak a Fehérvári úton egyik feléről a másikra. A képviselőjelölt szerint a körzet csupán két játszótérrel rendelkezik, így a lakók részéről felmerült a bővítés és a felújítás igénye is. A Virág utca végét hála Istennek kinőtték, és azt bővíteni kéne, nem csak felújítani, illetve május 1 utcaiak kérték, hogy legyen egy új játszótér. Ezen kívül sürgős felújításra szorul a Fehérvári úti buszmegálló, mert már elég balesetveszélyes. Ez úgy tudom, hogy benne is van az idei tervezetbe. Az utcafórumon a lakosság kéréseinek megfelelően olyan problémákra próbáltak közösen megoldást keresni, mint a Péter utca felújítása, a PSE meccsek miatti autós parkolási helyzet orvoslása, vagy a Virág utca és a Vörösmalom közötti kerékpárút kiépítése.